Elnézést, a kérdésünk lenne, tudja, hogy most mennyi az ötös lottó főnyereménye? Nem tudom. 5,3 millió, milliárd forint. Az lenne a kérdésünk még, hogy ezt a pénzt, hogyha esetleg megnyerné az ötös lottót, akkor mire fordítaná? Hát tulajdonképpen ebben a rohadt világban lenne mire fordítani. Sok az unoka. Jótékonysági célra, kórházaknak. Tehát az elsődleges a kórházaknak. Jaj, nem tudom, mert nem is érdekel. Jó. Nem tudom, múlt hétre nem vettem lottót. Most vettem ötös lottót. Vettem egy... Vagyis kaptam egy... Szószeget. Hát, 250 millió, meg 3x5 millió bejött volna. De nem tudom, mégsem, mert 2-2 volt mindegyikből. Nem foglalkozom a lottóval. Hát jó kérdés. Egy részét megtakarítanám, egy részét biztosan befektetném, egy részét meg elkölteném. Pénzt. Ez olyan nagy összeg, hogy fogalmam sincs, hogy mire fordítanám. Hatalmas. Egy példát mondjanak csak. Hát azért utaznánk egyet. Utaznánk, mennék nyaralót Balatonon, tényleg. Családomra. Jó van. És még valami? Valami konkrétum? Konkrétum? Nem tudom. Nem tudom. Jó. Nyilván elgondolkodnék, hogy mi lenne jó, de nyilván magunkra fordítanak. Hát, hogy őszinte legyek, most van két lányom, öt unokám, de 1 milliárdot én saját magam nem érdekelne a polgármester a Pécsi, nem érdekelne azért. Én a rászorulóknak annyit fönyomnák. De csak úgy, hogy akkor gyere, ezt kell, ezt veszünk meg, de jó, kapsz egy, mit tudom én, x összeget, de 1 milliárdot ide Pécsre rányomnak. Itt dolgoztam 40 évet, voltam volános, voltam sörös, voltam darabáros, voltam szippantós, nem szégyenem, 67 éves vagyok, de ha az 1 milliárdot ennyi, 1 milliárdot így, 1-2 millióval elosztogattam így a rászorulóknak.